A testületi ülésen is megjelentek a budapesti trolik, legalábbis téma formájában. Miről volt szó? A trolik megjelentek egy pár hete már Kőbányán, és a Szent László térig közlekedtek a Jászai Mari tértől, a 75-ös trolibuszról beszélünk. Most viszont arról döntöttünk, hogy a Kápolna téren egy üres helyiséget adunk a BKV számára, mert a következő kísérleti stádiumban az Óhegyig fog közlekedni a troli, és ott egy pihenőhelyet kell kialakítani. Én bízom, hogy a kőbányaiak mind többen igénybe veszik majd a troli szolgáltatást, és megmaradhat Kőbányán ez a környezet kímélő eszköz, ami egyébként a város felé nagyon jó kapcsolatokat biztosít mindannyiunk számára. Alkalmasint akár még távlati elképzelések is lehetnek a troli közlekedés bővítését illetően Kőbányán? Mindenképpen, hiszen hosszabb ideje tárgyalunk arról is, hogy a 9-es buszvonalán a troli lépjen működésbe. Én bízom benne, hogy ez is megvalósíthatóvá válik. Ugye Kőbányán van a troli garázs, a nagy troli üzemegység az Ács utcánál. Ez már önmagában hordja a lehetőséget, hogy itt valóban legyen érdemi troli közlekedés, és mi fura Kőbányán, bár itt a troli remiz eddig érdemi nem volt, bízom benne, hogy a jövőben lesz. A trolik ugye környezetvédelem szempontjából is lényegesek. Ez egy visszatérő összefoglaló téma volt a testületi ülésen. Néhány gondolatot emeljen ki, legyen kedves, ami ide kapcsolódott. Nagyon örülök annak, hogy ez a kérdés komoly érdeklődést váltott ki a képviselők részéről. Kevés az a napi rend, amellyel közel 2 órát foglalkozik a testület, már pedig a Szekapónál, a klíma akció tervünknél ez így volt. Visszatérve a napi rend, hiszen elfogadtuk a programot, és most monitorozzuk, hogy hogyan is hajtjuk ezt végre, hogyan csökken a kerületben a széndioxid kibocsátás, amelynek tudjuk, hogy nem feltétlenül az önkormányzat a fő szereplő, hanem az ipari vállalatok, a nagy cégek, de mindenkivel kapcsolatban vagyunk, és fontosan gyűjtjük az adatokat, illetve vizsgáljuk azt, hogy milyen intézkedéseket tettek meg, és lehet tenni annak érdekében, és ez milyen önkormányzati intézkedések szükségesek, hogy a kitűzött határidőre, 2030-ra, azt követő időkre érdemi módon tudjuk csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást. Kőbánya eléggé ismert arról, hogy igen, magas színvonalú a bölcsődei ellátás. Itt az egyik napirendi pont 21. századi bölcsöde létesítése volt. Milyen egy 21. századi bölcsöde? Modern, szép, új, a gyermekek igényének maximálisan megfelelő, és utaltok az előző kérdésre, a környezettel is nagyon jó viszonyban lévő. Elnyertünk egy támogatást, amely nagyon rögös úton, melynek a felhasználása nagyon rögös úton halad. A következő percekben is erről fogunk egyeztetni. Bízunk benne, hogy ez a támogatás valóban felhasználható lesz és megépülhet a Halom utcában a régen tervezett bölcsőde. Ezt még óvatosan fogalmazom ebben a pillanatban, de azon dolgozunk, hogy így legyen. A testület ennek egy állomásáról döntött pár perccel ezelőtt. És döntött arról is, hogy a Cserkesz utca 10-14 alatti iskolaépületet értékesíti. Miért? Szomorú időket élünk. Volt, amikor Kőbányán 14 ezer gyerek is járt általános iskolába. Ma 5 ezer alatt van a számuk. Így a kőbányai önkormányzat az elmúlt másfél évtizedben számos iskola működését megszüntette. A feladat át is került a magyar államhoz, tehát már nem is mi vagyunk a fenntartók. A Cserkesz utcai iskola épülete szerencsére jó sorsú iskolaépület, hiszen egy alapítvány bérbe vette, és ott az állami önkormányzati feladatellátás követően rögtön megindult egy alapítványi oktatás. Az alapítvány változott, új fenntartója lett az iskolának az Óbudai Egyetem, és az egyetem jelezte a szándékát, hogy az eddigi iskola bérlet helyett a jövőben tulajdonban szeretné végezni a tevékenységét. A testület támogatta ezt a folyamatot. Most nyilván egy nyilvános értékesítési eljárás fog indulni, és én bízom benne, az egyetem meg fogja vásárolni, és hogy ez miért fontos, szeretni felújítani az épületet, és a saját tulajdonra szeretne egy nagyobb investíciót végrehajtani. Bízom benne, hogy sikerül a terve.